Üdvözlöm Önöket! Híreink röviden! Az államalapításra és az államalapító Szent István királyra emlékezünk augusztus 20-án, amely hivatalos állami ünnep. Csütörtök hajnalban megérkezett a németországi Frankfurtba az a 26 magyar állampolgár, akiket Afganisztánból menekítettek ki repülőgéppel, jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Naftali Bennett miniszterelnök a jövő héten Washingtonba utazik és találkozik Joe Biden amerikai elnökkel. Az Európai Uniónak dolgozó afgánokat erkölcsi kötelességünk kimenteni, azonban nem lehetséges mindenkit evakuálni az országból, jelentette ki Joseph Borrell az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az Uniós Parlament külügyi bizottságának ülésén. A heti tévé híradóját látják. Belföldi híreink. Az államalapításra és az államalapító Szent István királyra emlékezünk augusztus 20-án, amely hivatalos állami ünnep. Idén augusztus 20-án sem maradnak el a szokásos elemek, a zászló felvonás, a katonai tisztavatás, a honvédségi légiparádé és az állami kitüntetések átadása, este pedig az ünnepi programokat Európa legnagyobb tűzi játékával zárják. Emellett három és fél napon keresztül 17 rendezvény helyszínen több száz programra várják az ünneplőket a fővárosban. Országszerte számos programot tartanak az ünnepi hosszú hétvégén. A programok között már csütörtökön számos koncertre várták az ünneplőket Budapesten. Ma, azaz augusztus 20-án a programok a hagyományoknak megfelelően a parlament előtti Kossuth Lajos téren kezdődnek, ahol katonai tiszteletadás mellett felvonják a nemzeti lobogót. Ezt követi a Honvéd tisztjelöltek avatása, amelyen beszédet mond Áder János köztársasági elnök és Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Az ünnepség után a parlament előtti Duna szakaszon légi parádét tart a Magyar Honvédség. Szintén a parlamentnél 10 órától várja a látogatókat a Lajta Monitor Múzeumhajó. Az országházban pénteken délig, szombaton 10 órától délután 4 óráig megtekinthető a Szent Korona péntektől egészen augusztus végéig ingyenesen megtekinthető a Budavári Palotában az eredeti tervek alapján helyreállított Szent István terem. Délelőtt 10 órakor megnyílik a Várkert bazárnál a Magyar Ízek utcája, ahol egyebek mellett az ország tortája és az ország cukormentes tortája versenygyőztes tortáit, valamint a Szent István napi kenyeret is meg lehet kóstolni. Csütörtök hajnalban megérkezett a németországi Frankfurtba az a 26 magyar állampolgár, akiket Afganisztánból menekítettek ki repülőgéppel, jelentette be a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Magyar Levente elmondta, a magyarok már biztonságban vannak és valószínűleg csoportokban érkeznek Budapestre még csütörtökön. Szólt arról is, hogy csütörtök hajnalban felszálltak Magyarországról azok a repülőgépek, amelyek a még mindig Afganisztánban lévő magyar civilekért és azokért az afgánokért mennek, akik a magyar csapatokat korábban segítették különböző minőségekben. A gépek Üzbegisztán érintésével érkezhetnek meg Kabulba, tette hozzá. Nem volt egyszerű megszervezni az utat, hiszen nem csak Kabulban vannak kaotikus állapotok, hanem az egész közép-ázsiai légtérre jellemző az, hogy ott tülekedik a félvilág, mindenki menekítené ki az állampolgárait. Fogalmazott az államtitkár hozzátéve, ezért Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter személyesen járt közbe az üzbék miniszterelnök helyettesnél, hogy soron kívül megkapják a magyar gépek az engedélyt, hogy Üzbegisztán légterén átrepülhessenek és üzemanyaghoz jussanak. Magyar Levente nagy kérdésnek nevezte, hogy Kabulban milyen állapotok fogadják a magyar gépeket, és milyen ütemben tudják majd felvenni az utasokat, de, mint ígérte, mindent megtesznek, hogy a repülőgépek ne üresen legyenek kénytelenek visszatérni Magyarországra. A Demokratikus Koalíció azonnali megoldást követel a Péter Fisándor utcai kórház számára, ahol sajtóhírek szerint fél éve nem működik az onkológiai ellátás, mondta az ellenzéki párt szóvivője. Barkóci Balázs úgy fogalmazott, az Orbán rendszer egyik legnagyobb vesztese az egészségügy, azon belül a betegek és az ágazat dolgozói. Vejkei Imre, a KDMP országgyűlési képviselője, a heti TV Pirkada című műsorában beszélt augusztus 20-a jelentőségéről, valamint az afganisztáni helyzetről. A képviselő beszélt augusztus 20-áról, aminek kapcsán elmondta, ez az ünnep egy keresztény ember számára jelenti az államalapítást, azt a zsidó-keresztény örökséget, amit az ország képviselt ezer éven keresztül. Ez az örökség maga a tíz parancsolat, a hit, a remény, a szeretet, az úrban és a fele barátok iránt. Ezek nagyon komoly értékek, ezeket nem lehet pénzért megvenni, ezekért meg kell küzdeni, emelte Kivejkeimre. Hozzátette, a mai globalizált világ a könnyebb utat kínálja, ahol nem az értékek a fontosak, hanem csak a pénzért megszerezhető talmi dolgok. A képviselő beszélt aktuális ügyekről is, kiemelve az Afganisztánban történteket. Mint megjegyezte, nagy hibát követett el az Egyesült Államok, hogy kivonult az országból. A most az országot uraló talibánok fogják lebonyolítani azt a hatalmas mennyiségű ópiumkereskedelmet, ami innen megy ki a világba. Pedig nagyon kellene vigyázni, mert a talibánoknak hatalmas erejük van, óriási fegyverzettel rendelkeznek, komoly veszélyt jelentenek a civilizált világra. Arról nem beszélve, hogy elindulhat egy menekült áradat, olyan emberekről van szó, akik ráadásul nincsenek beoltva. Látni kell, így is már nehezen kezelhető az a hatalmas menekült csoport, akik Törökországban vannak. Mindez nagy felelősséget jelent a magát kereszténynek mondó amerikai elnöknek. Külfölddel folytatjuk. Naftali Bennett miniszterelnök a jövő héten Washingtonba utazik és találkozik Joe Biden amerikai elnökkel. A Fehérház sajtótitkárának nyilatkozata szerint Biden elnök 2021. augusztus 26-án fogadja Naftali Bennett izraeli miniszterelnököt a Fehérházban. Bennett miniszterelnök látogatása megerősíti az Egyesült Államok és Izrael közötti tartós partnerséget, tükrözi kormányaink és népeink közötti mély kapcsolatot, és aláhúzza az Egyesült Államok rendíthetetlen elkötelezettségét Izrael biztonsága iránt. Bennett és Biden a regionális és globális biztonsággal, köztük Iránnal kapcsolatos kritikus kérdéseket fogja átbeszélni. A látogatás alkalom lesz a két vezető számára arra is, hogy megvitassák az izraeliek és a palesztinok békéjének, biztonságának és jólétének előmozdítására irányuló erőfeszítéseket, valamint, hogy a régió békésebb és biztonságosabb jövője érdekében dolgozzanak. A Nemzetbiztonsági Tanács bejelentette, hogy a terror fenyegetettség szintjét a sínai félsziget és Sármel partjain egyről háromra változtatták. A sínai félsziget északi része azonban továbbra is a magas kockázatú egyes szinten marad. Az elmúlt néhány évben az egész sínai félszigeten a lehető legmagasabb utazási figyelmeztetés volt érvényben az egyes szint, amely nagyon magas konkrét veszélyt takar, mivel az iszlámállam és más terrorszervezetek vannak jelen a térségben, különösen a félsziget északi részein. A kérdés Naftali bennet Izrael miniszterelnök és Abbas Kamel egyiptomi hírszerzési vezető találkozója során merült fel, amelyen a miniszterelnök tájékoztatta utóbbit a döntésről. Kamel pedig közvetítette bennetnek Abdel Fattah a Sisi elnök meghívását Egyiptomba. A Nemzetbiztonsági Tanács megjegyezte, hogy a COVID-19 irányelvek továbbra is érvényben vannak, és nem ajánlott elhagyni Izraelt, ha nem szükséges. Nagy-Britannia mindent tőletelhetőt megtesz annak érdekében, hogy Afganisztánban, ahol a tálib lázadók előre nem látható gyorsasággal vették át a hatalmat, ne alakuljon ki humanitárius válság, valamint támogatni akarja mindazokat, akik a brit kormánynak dolgoztak ott jelentette ki Boris Johnson brit miniszterelnök a londoni parlament rendkívüli ülésén. Johnson beszédében kizárta annak lehetőségét, hogy vizsgálatot indítsanak annak megállapítására, nagy-Britannia megfelelően cselekedette a közelmúltbeli afganisztáni események a gyors tálib területszerzés és hatalomra kerülés során. A kormányfő szerint erre nincs szükség, mert ezzel kapcsolatban a legtöbb kérdést már megválaszolták. Johnson beszámolt arról, hogy Nagy-Britannia már 306 brit és 2052 afgán állampolgárt mentett ki Afganisztánból azóta, hogy a tálibok átvették a hatalmat. Az afganisztáni helyzet katasztrófa a nyugati értékekre, hitelességre nézve és természetesen az afgán emberek számára, jelentette ki Joseph Borrell az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az Uniós Parlament külügyi bizottságának ülésén. A főképviselő elmondta, 106 az uniós intézményeknek dolgozó embert sikerült evakuálni Kabulból, akiket Madrid fogadott be, és további 300 személy próbál eljutni a fővárosba, hogy repülőgéppel elhagyhassák az országot. Hozzátette, az uniónak dolgozó afgánokat erkölcsi kötelességünk kimenteni, azonban nem lehetséges mindenkit evakuálni az országból. Reméljük, hogy a kimenekítettek elosztása az uniós tagállamok között sikeres lesz és senki nem maradt közömbös sorsuk iránt. Mondta hozzátéve, hogy ezeket az embereket nem lehet migránsoknak nevezni, mivel egyértelműen kockázatos helyzetből menekülnek el. Nyomatékosította továbbá, hogy az EU-nak fel kell vennie a kapcsolatot az új kabuli vezetéssel, anélkül, hogy hivatalosan elismerné, megakadályozandó az unióba irányuló tömeges kivándorlást. Angela Merkel német kancellár és Joe Biden amerikai elnök a szoros együttműködés szükségességéről beszélt Afganisztánnal kapcsolatban telefonbeszélgetése során, közölte Steffen Seibert német kormány szóvivő. Tájékoztatása szerint a két politikus egyetértett abban a célban, hogy minél több védelemre szoruló embert menekítsenek ki a közép-ázsiai országból. Merkel azt hangsúlyozta, német szempontból fontos lehetővé tenni azt, hogy minél több Németországot támogató afgán állampolgár elhagyhassa az országot. A Fehérház közleményében azt írta, a felek megvitatták, hogy szoros koordinációra van szükség az országban élő, kiszolgáltatott helyzetben lévő afgánok humanitárius segélyezésével, valamint a szomszédos államok támogatásával kapcsolatban. Merkel a közelmúltban regionális vezetőkkel, köztük az üzbék elnökkel, Szavkát Mirziójelvvel is beszélt, akinek egyebek között megköszönte a német evakuációs járatok logisztikai támogatását. Végül egy gazdasági hír. A magyar használt autó piacon 464.700 személygépkocsi cserélt gazdát július végéig 3,6%-kal több, mint egy évvel korábban, közölte a jóautók.hu a Data House előzetes adatai alapján. Kiemelték, továbbra is a 800 ezres szint körüli forgalmat várnak a használt személyautók belföldi piacán, így könnyen megdőlhet a 2019-ben beállított 808 ezres csúcs. A tájékoztatás szerint a magyarországi használt autó piacon a legnépszerűbb márka az Opel, ezt követi a Volkswagen és a Suzuki. A három márka részesedése együttesen 31 ot tesz ki. Az idén eddig átírt autók 76%-a legalább 10 éves volt, írják a közleményben. Hirenkről bővebben a httv.com illetve a interneten internetes oldalainkon olvashatnak. Kérem, maradjanak továbbra is velünk, hiszen következik az időjárás jelentés. Ma is napos felhőtlen, időnként gyengén felhős reggel hűvös, majd napközben már meleg nyaralóknak is kedvező idő lesz. Országszerte gyenge vagy mérsékelt éjszakias légmozgás lesz jellemző. Az esti éjszakai órákban húzódhat az ország fölé egy szakadozott, vékony áttetsző felhőréteg, ami némileg mérsékelheti az éjszakai lehűlést, de összességében csillagfényes, eseménytelen hűvös időre kell készülni. A nappali legmagasabb hőmérséklet plusz 26. 31 fok körül várható. Köszönöm figyelmüket, visszantlátásra!